15 fővel október 10-én megalakult Cegléd város képviselőtestülete. Vannak még nyitott kérdések, erre is keresjük a választ a most következő háttérben. Köszöntöm a kedves nézőket, és köszöntöm a stúdió vendégét, dr. Diós György Gitta, címzetes főjegyzőt, kezicsokolom. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm a meghívást, köszöntöm a kedves nézőket is, önt is. És akkor vágjunk bele a közepébe, én arra kérem. Tehát a nyitott kérdésekre koncentráljunk már most talán itt a legelején, hiszen a napirendek módosultak, halasztásra került nem egy. Így például a jogi és ügyrendit kivéve nem alakultak meg a szakbizottságok, illetőleg novemberre, egészen pontosan november 11-ére, hétfőre halasztották az alpolgármester választást, mondhatom így, vagy kinevezését, igen, vagy választást. Igen. Ez talán az egyik, ami leginkább foglalkoztatja a közvéleményt. Mi lehet itt a lehetséges végkimenetel? Tehát milyen határidők vannak, meddig kell, hogy konkrét személy megnevezésre és elfogadásra kerüljön, meg legyen a konszenzus? Igen, hát ez egy érdekes kérdés. Ugye maga Magyarország önkormányzatáról szóló törvény, rövidítve MÖTÖ törvény, tehát erre hivatkozni fogok, ugye az kimondja, hogy a képviselőtestület vagy az alakuló ülésen, vagy az azt követő ülésen, amire tetszett utalni, hogy november 11-én lesz, legkésőbb meg kell, hogy válassza a polgármester előterjesztése esetén. Ennek nagyon jelentősége van, majd kifejtem, hogy miért. Meg kell ugye választani az alpolgármestert, meg kell alakítani a bizottságokat, meg kell állapítani a tiszteletdíjakat, és felül kell vizsgálni az SMS-t. Ezen kívül nyilván esküt kell tenni, mert úgy kezdhetik meg a munkájukat. Ez ugye esetünkben meg is történt, hogy letették az esküt a képviselőtestület tagjai, és a polgármester, ez tulajdonképpen ilyen napirend előtti attrakció volt, ha mondhatom így. Itt már az esküt le nem tévő polgármester vezeti az ülést a legelejétől fogva. Legelőször ugye a dr. Gyarmati Katarina választási bizottság elnöke volt, aki ismertette a választás eredményét, tehát hogy kik lettek a megválasztott képviselők és a polgármester. Ugye 15 fős a testület, ahogy ön utalt is rá, ebből egy fő a polgármester, 10 egyéni választókerületből jutott be képviselő, és 4 pedig listáról. Tehát megtörtént az ismertetése a választásnak, és akkor esküt tettek. A polgármester felsorolta a napirendi pontokat, amiben benne volt jogszabálynak eleget téve az alpolgármester megválasztása is. A Fidesz frakció vezetője dr. Ferenczi Norbert tette arra javaslatot, hogy vegye le ezt a testület az október 10-i napirendek közül, és arra tett javaslatot, hogy majd a következő november 11-i testületi ülésen válasszák meg a bizottságokkal együtt az alpolgármester. Tehát erre törvényes határidőn belül még a megválasztására a novemberi testületi ülésen van lehetőség. A jogszabály azt mondja, hogy az a bizottság, amit meg kell feltétlenül alakítani az alakuló ülésen vagy az azt követő ülésen, az a jogi ügyrendi bizottsági ülés. Ez esetünkben ugye megtörtént ugyanúgy 5 fővel a hatályos SMS szerint, illetőleg a pénzügyi bizottság. A pénzügyi bizottságnak a megválasztása most nem történt meg, de a következő ülésen meg kell, hogy történjen, mert ez kötelező a jogszabály szerint. Az összes többi bizottság az lehetőség, ezt a testület dönti el. Ugye van a testületnek egy működési szabályzata, szervezési működési szabályzata, ami tulajdonképpen a működés keretét szabályozza, vagy alkotja meg. Ebben szabályozza a testület, hogy hány bizottság van. A jelenlegi bizottsági struktúra, felépítés 4 bizottság. Ha most a mostani hatályos szervezeti működés szabályzat szerint a meglévő 4 bizottságot felszerették volna tölteni a meglévő bizottsági tagokkal, erre lett volna lehetőség. De ez nem történt meg, de javaslatot tettek az SMS felülvizsgálatánál egy új bizottsági struktúra fölállítására, ami már nem a most hatályos 4-et tartalmazza, hanem egy plusz bizottságot, az értéktár bizottságot is. Ezt most a jogi ügyrendi bizottság a megalakulását követően támogatta, szünetet kért a testületi ülésen, majd ugye az SMS-ünk szerint szükséges a jogi ügyrendi bizottság véleménye ahhoz az előterjesztéshez, ami rendeletmódosítást tartalmaz, és a bizottsági struktúra megválasztása, megváltoztatása, ez rendelet, és az azt jelenti, hogy a mai napon ez a rendelet SMS módosítás hatályba lépett, tehát a következő november 11-i ülésen már a bizottság által támogatott, és október
2020-án elfogadott rendelet hatályba lép, és aszerint tudják novemberben megalakítani az 5 bizottságot, föltölteni emberekkel. Ha a külsős tagok is bejönnek, tehát megvan a névsor, akkor esküt tesznek a novemberi testületi ülésen, és akkor már decemberben tudnak ülésezni, de a novemberi testületi ülés előtt még nem, hiszen nem tették le az esküt, és személy szerint ugye a polgármester előterjesztése jogszabály alapján nem tett a polgármester javaslatot, a Fidesz frakció pedig kérte az elnapolást. Nem tudom, hogy érthetően mondtam-e. Az alpolgármester személyére visszatérve, ugye az alpolgármestert a polgármester javaslatára választja a testület. A jogszabály, illetve a magyarázó kommentár, illetve amit a minisztérium adott ki, ilyen silabusz, úgymond a jegyzőknek, az is egyértelműsíti, hogy ahogy a bizottsági nevek, bizottsági tagok neveinek közzététele, illetve az alpolgármester személyére és kimondottan a polgármestere kell, hogy előterjesztést adjon be a testület elé. De ez nem azt jelenti, hogy ennek nem konszenzuson kell alapulnia. Tehát a önkormányzati törvényben van egy ilyen alapelv, hogy rendeltetésszerű joggyakorlás, ami nem más, mint az együttműködés elve. Na most ugye a két félnek le kellene, vagy le kellett volna ülnie, én nem akarom minősíteni, valamiért ez a konszenzus, ez elhúzódik. Én úgy gondolom, erre kell törekedni, és akkor tudnak egy közös álláspontot a polgármester előterjesztésébe képviselni a felek. Tehát meg kell választani az alpolgármestert személy szerint november 11-én. Mi van akkor, ha ez nem történik meg? Ez a kérdés, dönteni kell, vagy kellene, de amennyiben ez az ön által is említett együttműködés nem valósul meg, hogyan tovább? Igen. Hát ennek is csak a jogi oldalát tudom elmondani, úgyhogy elnézést kérek a tévénézéktől, ez is száraz lesz. Tehát a Cegléd fekvése szerint illetékes kormányhivatal az, aki törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet a képviselőtestülettel szemben, hiszen a képviselőtestület joga megválasztani a polgármester személy előterjesztése alapján ugye az alpolgármestert. A törvényességi felügyeleti eljárásnak ugye sok eszköze van. Az első, úgy mondanám legenyhébb, ez a törvényességi felhívás, amit megkap a polgármester. A polgármester köteles ezt a kormányhivatal törvényességi felhívását bevinni a testület elé, ott ismertetni. A felhívás az azt mondja ki, hogy a testület, mivel nem választotta meg az alpolgármestert, törvényességi mulasztásban van, tehát mulasztásos törvénysértésben, ez a konkrét megnevezése. Határidő felhívásával, mondjuk ami 30 naptól 60 napig lehet, felhívja a testületet, hogy pótolja ezt. Ha nem tesz eleget, akkor még van lehetősége, hogy újabb felhívást bocsásson ki, de azt is megteheti, hogy keresettel fordul az adott illetékes törvényszékhez. A törvényszék a kormányhivatal kezdeményezése alapján szintén meg fogja állapítani a testület mulasztásos törvénysértését, ha nincs november 11-én alpolgármester megválasztva, és újból megállapíthatja, de ha a testület ennek sem tesz eleget, tehát a bírósági ítéletnek, akkor a kormányhivatal bírságot szabhat ki, ami több százezer forint lehet. Ahogy nézegettem itt a korábbi jogeseteket, volt olyan, hogy több önkormányzattal szemben alkalmaztak bírságot, ez ismételhető. Tehát többször ki lehet szabni, addig, amíg nem választanak alpolgármestert. Egyre alatt találtam olyan választ, hogy a kormányhivatal kikényszerítettem volna magát a szemét név szerint, de végignézve a kormányhivatal jogkörét és a kormányhivatalt vezető főispán jogkörét nincs ilyen jogköre neki. Tehát ők gyakorlatilag a döntést kényszeríthetik ki, de a személyt nem. Értem. És akár milyen települést néztünk végig a kollégáinkkal, a vége soha nem lett azt, hogy személyt mondtak, mert vagy megegyeztek, vagy közbe jött a Covid, amikor a polgármester átvette a testület hatáskörét, és ő egy személybe megválaszthatta, kinevezhette a testület helyett ugye az alpolgármestert, idáig nem jutottak el, de egy a lényeg, a konszenzus, az együttműködés, a közös gondolkodás a város érdekében, az hozhatná meg az alpolgármester személyének a szóló döntést a november 11-i testületi ülésre. És ha továbbra sincs megegyezés és nincs döntés, akkor ez kifuthat egy időközi választásig? Nem. Nem? Nem. Nem, nem, nem. Tehát emiatt nem lehet időközi választást tartani. Tehát a polgármester ugye megvan választva, annyi a probléma, hogy ugye akadályoztatására, helyettesítésére van az alpolgármester tisztsége, tehát addig a polgármester nem tud elmenni szabadságra, reméljük nem is lesz beteg, tehát gyakorlatilag ez küszöböli ki, illetve a polgármester dönthet úgy, hogy egy bizonyos témakort, területet
speciálisan lefed az alpolgármester személyének a feladata, ez pedig a korábbi alpolgármesternél a humán terület volt, ez döntés kérdése. De általános helyettese az alpolgármester a polgármesternek. Kutakodva az emlékeimben ilyen nem sűrűn fordult elő Ceglét történetében. Ceglét történetében én sem találtam, ám bár az országban előfordult többször, akár Szolnok megyébe, Vár megyébe, akár más megyékbe. Volt olyan például, hogy 17-egyére sikerült alpolgármestert megválasztani, közel 3/4 év telt el, a polgármester mindig bevitte a testületre, mindig ellenállásba ütközött, és egyszer csak rábólintottak. Én remélem ez nálunk meg fog történni a következő ülésen. Fú, nagyon elszaladt az idő, de még van téma. Mégpedig a roma, ukrán és a német nemzetiségi önkormányzatoknak a megalakulása, ami egészen konkrétan nagyon-nagyon a közelmúltban volt. Valóban így van, ugye a jogszabály azt mondja, hogy 15 napon belül kell október 1-jét követően megtartani az alakülülést. Roma nemzetiségi önkormányzatunk az volt korábban is, 5 fővel alakultak meg, Jakab István lett az elnök, Jakab János az elnök helyettes, ez ugyanígy volt korábban. Ami újdonság, és ön is utalt rá, ez az ukrán és a német nemzetiségi nem volt soha. 3-3 fővel tudtak megalakulni a jogszabályok szerint. Kicsit puskáznom kell, a németnél elnök Kis Zsuzsanna, elnök helyettes Gajdácsi Judit Lilla, a harmadik tag pedig Kövecses Judit Andrea lett. Az ukránoknál, akik szintén tegnapi napon tartották az alakulülést, elnök Kökényi Jakab Anasztázia, elnök helyettes Jakab Zoltán, és a harmadik tag pedig Kökény Norbert lett, ugyanígy, tehát ők is megválasztották az elnöküket, elnök helyettesüket, SMS-t fogadtak el, és hát a tiszteletdíjukat 0 forintban állapították meg, mind a 3 önkormányzatnál, annál is inkább, hiszen ők is jogi személyiséggel rendelkező szervezet, költségvetésből gazdálkodnak, kapnak feladatalapú és működési támogatást, de ez olyan csekély, hogy nem fedi le még a tiszteletdíjukat sem. Ez a 0 forint megállapítása december 31-ig történt meg, utána tudnak maguknak, ha már kapnak támogatást az államtól. Megkezdték a munkájukat, nemzetiségi tudatuk nagyon erős, én remélem, hogy a közösségüket tudják azzal formálni, hogy ők megalakultak itt Szegléden. Barangoljuk el Körös-Tetétlenre, arra kérem, hiszen közös hivatal, ami nem is tudom, hogy annyira talán nem is közismer, nyilván ismerik, de hogy hogyan működik egy közös hivatal egyáltalán? Igen. Tehát a jogszabály döntött úgy a járások megalakulásával egyidejűleg, hogy közös önkormányzati hivatalt hoznak létre, hogy miért és hogy szakképzett szakapparátus legyen tulajdonképpen az önkormányzatok mellett, hiszen egy kis faluban, amilyen kis falu Körös-Tetétlen is, ugye pár emberrel látták el a feladatot, de általában középfokú végzettségűekkel, és sok embernek nem volt ez kihívás, hogy egy vidéki hivatalba menjen dolgozni. A jogszabály azt mondja, hogy vagy a közvetlen telekhatáros vagy területhatáros hivatallal, vagy közben legfeljebb egy település eshet, hát ugye köztünk ez pont megvan, ugye törtel esik. Meg kell állapodni a két önkormányzatnak, jóvá kell ezt hagynia, természetesen a kormányhivatal felé is ezt közölni kell. És mi továbbra is fenntartjuk, hiszen ezt minden választást követően erről nyilatkozni kell, hogy mehet ez így tovább. A polgármester úr mind a kettő kérte, hogy neki megfelel. Tehát ami a lényege, hogy Ceglédi közös önkormányzati hivatalnál a hivatal szakaparátusa látja el az előkészítő végrehajtási feladatokat, tehát tulajdonképpen ugyanaz a feladat a Körös-Tetétlennél, mint Ceglédnél. Tehát vannak neki államigazgatási feladatai, vannak neki hatósági jogkörei, tehát minden itt összpontosul, itt van az ügyintézés és az ügyfélfogadás is Körös-Tetétlen község vonatkozásában. És az alakulülés itt is megtörtént? Megtörtént az alakulülés, természetesen ez helybe, ugye az önkormányzat, ugye a községháza épületébe, ott ugye a polgármester Pásztor Roland és Szerdai Károly lett ismét az alpolgármester, ott megállapították a tiszteletdíjat, SMS felülvizsgálatát, tehát ott rendben van minden a jogszabályoknak megfelelően. Hát kíváncsian és érdeklődéssel várjuk, hogy mi fog történni november 11-én hétfőn a következő ceglédi testületi ülésen. Dr. Diósgyőr Rigitta, köszönöm szépen, hogy nálunk járt, jó munkát. Én köszönöm a meghívást, további szép napot kívánok. Kedves nézők, ez volt a Háttér, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.